Márciusban emlékezünk a forradalomra, az 1848-49-es szabadságharcra, amikor a magyar nemzet ismét bebizonyította a világnak, hogy mennyire ragaszkodik a szabadság eszméjéhez. Mindennek már 175 éve, a jubileum alkalmából pedig egy olyan látványos programot hoztak el Szekszárdra, amire korábban még nem volt példa. Puskaropogás és ágyudörgés szakította meg a nyugalmas hétvégét a Tolnai vármegye székhelyen. A Prométheus Parkban egy korabeli csatajátékot tekinthettek meg az odalátogatók. Sokan voltak kíváncsiak a különleges eseményre. Hát szerintem most én belőle indulok ki, mert ez a központ nekem, de hát szerintem a mostani kisgyerekeknek már nem annyira mesélik sehol se, és akkor így meg közelebb van hozzájuk egy kicsit, és életszerűbb. A rendezvény egy kórhű honvéd toborzóval kezdődött, ahol a budai második honvéd zászlóai kardos táncához kapcsolódtak a szekszárdi Bartina Néptánc Együttes táncosai népzenészek kíséretével. Tehát rá volt olyan, hogy ilyen is van. Hát nagyon, nagyon jó. Na, hát, és aggódtam, hogy 15. élet, de szerint hát mégsem. Ja, jó van. Örülünk neki, hogy ilyen is van. Ennyi szép embereket idehozni, hát ez csodálatos. Ebbe a ruhákba, úgyhogy rákapva. Százados úr, a nagyobb meg a kisebb katonák itt mögöttük felsorakoztak, eredményes volt a toborzó, indulhatnak a legények a csatába. Ebben a legények isznak a király borából, az azt jelenti, hogy 3 évre itthon hagyják a családjukat, barátnőiket és beállnak honvédnek. Itt a toborzóiroda, írják alá a 3X-et, ha nem tudnak írni. Ha tudnának írni, akkor viszont tüzérnek vennek, mert akkor túl értelmesek. Érdekelt igazából, hogy hogyan zajlik egy ilyen megemlékezés. Sok embert vonz ide, és azért is lehet jó, mert megismerik így a régi kultúrákat és az emberek. A 2023-ban nem csak egy, hanem egyenesen 2 jeles eseményt is ünneplünk, hiszen Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója is erre az esztendőre esik. A szekszárdi csata jelenet egyik ötletgazdája egyébként nem más, mint Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kiemelt kulturális ügyekért felelős miniszteri biztosa. Egy nagyon kedves barátom bő 10 évvel ezelőtt elvitt az erdélyi székelyföldi Szentegyházára, ahol minden évben az őszi hadjárat keretében, október 6-ához eső közeli hétvégén a BEM-tábornok toborzó körútjának az állomás helyeit meglátogatják a Kárpát-medence hagyományőrzői. Nagyrészt huszárok, és én a pécsi rendszerváltás után alakult hagyományőrző huszár egyesület tagjaival jutottam el az Erdélyi Szentegyházára, és aztán ott maradtam, egy mágnesként vonz engem is mindig az esemény, és Horváth István szekszárdi képviselőtársammal minden évben elmentünk erre a szentegyházi huszár hadjáratra. Még akkor is elmentünk, amikor zárva volt a határ, és a diplomata útlevéllel átkéreckedtünk, és így ketten képviseltük akkor Magyarországot az ottani összejövetelen. És aztán megismerkedtem ezzel a világgal, a hagyományőrző, katonai hagyományőrzők, honvéd huszár hagyományőrzők világával. Van egy nagyon komoly ernyő szervezetük. Ez a huszár és katonai hagyományőrzők egyesülete, akik több mint 100 szervezetet tartanak számon a Kárpát-medencében, akik ilyen katonai hagyományőrzéssel foglalkoznak, és egyre impozánsabb méretekben végzik ezt a tevékenységüket. Nagy tisztesség számomra, hogy részben fővédnöke lehetek már az őszi hadjáratnak hosszú évek óta Erdélyben, és most pedig a javaslatunkra. A mi területünkön, itt ez a dél-dunántúli vidéken, ahol mi azért hagyományőrzőként ezt a színű, kékszínű huszár egyenruhát készítjük és hordjuk, mert a 7-es számú huszár ezrednek az osztrák-magyar monarhiában ez volt a színe, a viseletnek a színe, és ez a toborzó területe pedig a baranyai, tolnai, somogyi vidék volt. És amikor a 48-as szabadságharc beköszönt, akkor
hasonló, mint a 80-20 című Sára Sándor filmben, éppen külföldre voltak rendelve a hetes honvéd, a hetes huszárezrednek a huszárai, és bizony hát a leveleiket átnézték, és nem engedték, hogy értesüljenek róla, hogy itt Magyarországon közben kitört a Habsburgok elleni szabadságharc. És hát ugyanúgy dezertáltak, hazajöttek, és beálltak a honvéd hadseregbe, a 175 éve idén, 175 éve megalakult magyar honvédség soraiba, ahogyan a Sára Sándor filmből is ezt láthattuk. Nekem személyes kötődésem is van, hiszen nagy öröm, hogy a család történet kutatása közben rábukkantam arra, hogy egy oldalági távoli rokonom, egy bizonyos dercsikai huszár Imre, aki ugyanabban a pápai református kollégiumban járt az 1840-es években, Petőfi Sándor 1842-ben tanult ott, dercsikai huszár Imre pedig 1846-ban, és aztán 48. júliusában, amikor toboroztak a honvéd hadseregbe, a megalakuló magyar honvédségbe, akkor ő is beállt oda, és honvéd főhadnagyként szerelt le aztán. És egy kis parlamenti bandériumot is alapítottunk mi, ilyen kis huszárbandériumot, akik így hagyományőrzésből Erdélybe mindig elmegyünk októberben, és ennek engem választottak meg a kapitányául, századosául, vezetőjéül, úgyhogy ebben a férfi játékban így most már a fiaimat is beintegráltam. Az ütközetben a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagegyesületei működtek közre, mintegy 100 résztvevővel. Mi azért vagytunk, mi a szabadságharcnak a tüzérségét jelenítjük meg ezzel a három ágyúval, ami itt van felsorakozott. A mi ágyunk az fontos mása a Gábor Áron ágyújának, annak két malmozos kicsinyített mása. Ezek minden előtörtös fegyverek, tehát annak idején a ilyennek harcoltak a szabadságharcban, és az ágyúnak nagyon fontos szerepe volt a csatában, mert anélkül nem lehetett csatát nyerni, mert a nagyon hatásosak voltak a lövedékek, amiket kilőttek, úgyhogy anélkül nem ment a csata. Ez egy előtöltős ágyú, ez annak idején ugye úgy lőttek, hogy előbb betették a töltetet, és ott az ágyúnak a végén ott van a gyújuk, oda betették a gyúszát, és úgy azt meggyújtván lőtt az ágyú. Most persze nem golyóval lövünk, hanem ilyen pirotechnikai töltetekkel, ami teljesen szabályosan is, ez golyót nem lő ki, tehát itt a csatában nyilván nem lehet, de egyébként ez az ágyú arra is alkalmas, hogy golyót lőjön ki. Tehát úgy van ez meg elkészítve, és ki is lehet próbálva lőtéren. Mi a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesülethez tartozunk, és ennek van egy honvéd része, tehát akik a gyalogos honvédek, és van egy tüzérsége. A mi tüzérségünk egy első hat fontos gyalogüzemnek a tüzérségét jelenítjük meg, és a fő feladatunk az, hogy a szabadságharc harcászatát és a felszerelését és a honvédeknek a tevékenységét mutassuk be. Járjuk időnként az iskolákat, megyünk ilyen hagyományozó csatákban, többek között ez is olyan leszek. Ugye nem volt csata annak idején, de mindesetre bemutatunk egy olyan csatát, amit annak idején megvihattak az osztrákokkal, de járjuk aztán később majd a tavaszi hadjárat csatáit, Tápióbicske, Szolnokon voltunk már múltkor, úgyhogy ez a célunk az, hogy megmutassuk, hogy hogyan harcoltak annak idején a honvédeink. A csatajátékban huszárok csaptak össze vértesekkel, a magyar és osztrák tüzérség két-két ágyúval vívott tüzérségi párharcot, majd a honvéd gyalogság ütközött az osztrák sorgyalogsággal. A hazai csapatok látványos sortüzekkel és szuronyharccal verték vissza az ellenséget. A rendezvény egy fiktív, korhű harcászati bemutató, amely betekintést enged a szabadságharc fegyvernemeinek működésébe. Szekszárdi székhelyi Tolna megyei huszárbandérium, ami gyakorlatilag már 20 éve alakult, most olyan 10 fővel vagyunk itt, és
jól érezzük magunkat. Hagyományőrzés, a 48-as huszárban a huszárság felemlítése, illetve mi bevállaltunk egy törökkori emléktúrát, ami a második Lajos Érdről való Mohácsi csatérre való levonulását kísérjük végig, illetve elvenítjük fel. Tolna megye ez kimaradt a 48-as szabadságra, illetve a március 15-i ünnepségek, Bonyhád, Tengelic, ezek a műsorok vannak napirenden, de egyébként az országos szinten elég sok helyen részt veszünk. A rendezvény egyik fő célja a történelmi emlékezet mellett a hazaszeretet, a magyarság tudat, a honvédelem ügyének erősítése volt. Az a célja a rendezvénynek, hogy a 175. évfordulót méltó módon ünnepeljük meg. Ugye most kezdődik az a másfél év, ami a szabadságharc történetének a 175. évfordulát jelenti, és Szekszárd és a Magyar Huszár és a Katonai Hagyományőrző Szövetség közösen rendez egy olyan csatabontatot, amit elindítjuk ezt a rendezvénysorozatot, ami a Petőfi 200 emlékévnek is az egyik rendezvény. A csatatéren most 108-al leszünk, 12 lovas lesz, a tüzérség 5 ágyúval és kb. 30 tüzérrel van felszerelve, és kb. 60-65 gyalogos fog összecsapni. Hónapok óta készülünk, múlt héten Szolnokon volt a tavaszi hadjáratnak az első csatája, úgyhogy sokan ott is már belőtték a fegyvereiket, és hát nagyon vártuk, hogy Szekszárdon is egy csata bemutatót tartsunk, mert a hely az teljesen ideális, csak a szél ne lenne ilyen erős, ez az egyetlen gondunk most, mert a robbantások is ugye ennek függvényébe tudjuk indítani. Úgyhogy lehet, hogy nem tudjuk olyan mértékben majd megrendezni, hogy előzetesen elképzeltük, de a gyalogság és a tüzérség mindent megtesz, hogy színvonalas és látványos csata bemutató legyen. Gyerekek nagyon szokták szeretni, és nagyon emlékeznek rá, és hát itt ilyenkor nem csak a történelmi ismeretük, hanem a magyarság tudatuk is, honvédelem iránti ügynek a ügyét is szolgáljuk valamilyen szinten, és ugye most háború van Ukrajnában is, de szoktuk mondani, hogy a hagyományőrzők igazából a megbékélés jele, mert ezeket a történelmnek a volt csatáit, ugye együtt játsszuk el románokkal, például szlovákokkal, csehekkel, és igazából ez egy megbékélés a múltnak a csatáinak a történetszerű lejátszása. Nagyon nagy örömünkre a hosszas előkészületek után megvalósulhatott egy régóta dédelgetett álmunk, hogy itt Dél-Dunántúlon, Tolna megye szívében, Szekszárdon is létrejöhessen egy olyan hagyományőrző, nagyon látványos esemény, amely méltán állít emléket a 48-49-es szabadságharcnak és a hősöknek. Számos katonai hagyományőrző szervezettel karöltve itt a Prométheusz Parkban egy olyan kórhű csatajelenet elevenedik meg, amelyben a magyar és az osztrák katonák összecsapásával, ágyúlövésekkel, hagyományőrző öltözettel, lovasrohammal együtt egy kis ízelítőt kaphatnak az ide látogatók, a rendezvényt megtekintő nézők, hogy hogyan is történhetett meg 175 évvel ezelőtt egy igazi csata. Nem volt még ilyenre alkalom Dél-Dunántúlon, hogy egy város központjában ilyen sok látványos elemmel egy ilyen csata megtörténjen. Én azt gondolom, most a szabadságharc jeles évfordulója alkalmából, illetve a sokszor hangoztatott Petőfi 200 emlékév kapcsán Szekszárd városának is épp ideje, hogy egy ilyen szép eseményt szervezzünk. A fő partnerünk ebben a Budai Honvéd Hagyományőrző Egyesület volt, de körülbelül még 10 más határon belül és néhány erdélyi csapatból is érkezett hozzánk egy-egy huszár, illetve kisebb katonacsapat. Állandó partnerünk természetesen itt helyben is a környékbeli hagyományőrző csapatok között a tolnaiak és a bonyhádiak, akik más nemzeti ünnepünkön is minden évben részt vesznek. Most őket kiegészítik az országban már sok helyen fellépett hagyományőrző csapatok. Azt tudni kell, hogy nagy öröm ez számunkra, hogy ide most lejöttek, hiszen ők március 15-én általában Budavárostrománál, a parlament előtt és ugye jeles történelmi helyszíneken mutatják be ezeket a csatajeleneteket, illetve ezeket az eseményeket. Most végre Szekszárd is részesülhet ebből.
Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője az eseményen úgy fogalmazott, hogy az utókornak kötelessége ápolni a hagyományokat, a fiataloknak meg kell mutatni azokat a történelmi értékeket, amelyeket az elődöknek köszönhetünk. 175 évvel ezelőtt zajlott a magyar történelem egyik legfontosabb pillanata, az 1848-as szabadságharcnak a kezdő időpontja. Ezért is nagyon fontos, hogy emlékezzünk ezekre a hagyományokra, történelmünknek a legszebb pillanataira, mert igaz, hogy ez 175 éve volt, és minél tovább megyünk az időbe előre, de viszont lélekben annál közelebb kerülünk azokhoz a hősökhöz, akik 175 évvel ezelőtt kiálltak a magyar szabadságért. És Szekszárdon hagyományteremtő módon próbálunk egy olyan fajta megemlékezést létrehozni, amely Magyarország egész területéről ide vonza a hagyományőrző honvédokat, és az akkori 175 évvel ezelőtti csatajelenetekkel próbáljuk nagy közönség számára megmutatni, hogy milyen események, milyen izgalmak zajlottak le akkor abban az időben. Remélem, hogy minél többen fognak eljönni, és bízom abban, hogy ez méltó megemlékezés lesz a 175 évvel ezelőtti eseményeknek. Petőfi mondta, ugye 200 évvel ezelőtt született Petőfi, 175 évvel ezelőtt volt egy fontos mondata, ahol a szabadság van, ott a haza is van. És azt gondolom, hogy ezek a mondatok ma is igazak, hiszen a mai megemlékezés az a hazaszeretetről, a történelmünkről, a magyarságunkról is szól egyben, hiszen egy nemzetnek akkor a jövője, hogyha több mint ezer éves múltjával, történelmével tisztában van, és aznak az értékeit megőrzi. A szekszárdi csatajelenetet követően a Tolna vármegyei program a Kölesthez tartozó Borját pusztán a Petőfi emlékméhesnél folytatódott. A költő 1845 nyarát itt töltötte Sas István nevű gyerekkori barátjának birtokán. A 200 éve született alkotó tiszteletére a kormány emlékévet hirdetett. A programért felelős Hoppál Péter azt mondja, az országban ennek köszönhetően folyamatosak a kulturális rendezvények és a felújítások. Nem csak az országgyűlés hozott erre vonatkozóan határozatot, hanem a kormány is nagyon jelentős, közel 10 milliárdos nagyságrendű összeget mozgósított, hogy a Kárpát-medencei programokra legyen pályázati alap, legyenek felújítások, és legyenek társadalmi események is, különböző lehetőségek, amik kormányzati támogatással létrejöhetnek. Itt, ahol vagyunk, Kölesdi külső borjádi település részen is van egy olyan Petőfi emlékhely megjelölve, ahol a Négy Örös Szekér című közismert versét írta a költő, és itt is őrzik a Petőfi hagyományt. Minden zegében, zugában az országnak fontos, hogy ezeket a hagyományokat, ezeket az örökségeket számba vegyük, és odaforduljunk hozzá, mint kiemelkedő, inspirációt adó, a 21. században is értéket hordozó örökségünkhöz. A huszár és a honvéd élet természetesen nem csak háborúskodásból állt. A katonák mindennapjainak bizony sok-sok sajátos kulturális hagyomány is a része volt. Például rendszeresen nótáztak, most ebből is bemutatót tartottak a csatajelenet szervezői. Ez hagyomány, hogy kimegyünk, és mindenki tud legalább 100 nótát, de lehet, hogy 200-at is, mert egész gyerekkorukban ugye ezt hallották. Nálunk ez kicsit kihalt, főleg ugye Nánkpest környékén, úgyhogy nekünk most kellene utolérni ezeket a gyerekeket, de ez 48-ban is úgy működött, hogy ők munka közben is egész nap énekeltek, és az éneklés az a test fejlődését is segíti, tehát egy munka után az ember énekszóval fejezi be a napot, akkor a lelkét is frissíti ezzel, és a huszárnóták is ugye erről szólnak, hogy a huszár mint hungarikum, ugye most már, ez a huszár virtus, a huszár élet az a mindennapok embere számára mindig is egy ilyen büszkeséggel telt és csodálattal telt dolog volt, és ezért fontos, hogy ezeket a huszár dolgokat is megőrizzük, illetőleg a énekelt kultúrát is megőrizzük. És a nap folytatásában pedig huszárnótákat fogunk tanulni, hiszen a magyar népzenében, a magyar népi kultúrában óriási nagy kulturális örökségünk van, amely a 48-as és a 49-es szabadságharc népzenéjét és dalait örökítette meg, és a nép emlékezetéből rengeteg ilyen dal fennmaradt, úgyhogy ilyen huszár és katonanótákat fogunk még ma este tanulni, úgyhogy ez méltó lezárása lesz ennek a fantasztikus napnak.
A családjaiktól, otthonaiktól gyakran hosszú hónapokig távol lévő huszárok, hasonlóan, mint a békeidőben, a harcok között is aktív hitéletet éltek. Éppen ezért rendszeresen tartottak tábori miséket és istentiszteleteket, amire most is sor került az egész napos program zárásaként.